Elkezdődött a közel 8 kilométer hosszú kerékpárút kiépítése, mely csatlakozni fog a Szolnok és Boldog közötti 13 települést érintő szakaszhoz. Emellett a híd tartó oszlopai is állnak már. A kerékpárutas projekt az több projektelemet tartalmaz. Ennek az egyik része az Agyvagáton kialakítható kerékpárút. A szigetet az Agyva két oldalával összekötő híd, a szigeten kialakítandó kalandpark. A kerékpárút az rohamosan halad, most már valahol a Szolnoki vasúti hídnál van az építkezés. Ott most már rakják a szegélyköveket, jönnek befelé a város felé. A földmunka az már gyakorlatilag a város határában van. Megemelt gyalogos kerékpáros út a sziget fölött, az is nagyon szépen halad, annak is megvannak a tartóoszlopai, illetve ott most már ki vannak alakítva maga a szerkezet is, tehát a pályaszerkezet is. Az Agyva projekten kívül létrehozott állatsimogató is működik, de egyelőre kezdeti szakaszában jár. Ennek az állatsimogatónak most a kezdeti lépései láthatók a szigeten. Van több állatunk, vannak kint nagy testű állatok, illetve kis testű állatok, házi állatok is vannak kint, és tehát ez, ami most látszik, ez csak egy kezdeti lépés. Ahogy haladunk előre időben, most már készülnek azok a koncepciók, amelyek ennek az állatsimogatónak a távolabbi lépéseit mutatják meg, és mutatják be azt, hogy hova tud fejlődni a jövőben ez az állatsimogató. Mind az állatsimogató, mind pedig az Agyva projekt elemei várhatóan szeptember végére készülnek el.